A mai alkalommal három területén fogunk dolgozni, lesz egy magasugrás, egy játék, egy röplabdajáték és egy képességfejlesztés. A pénteki óra feladatainak átbeszélésével kezdődött a 6. osztályosok testnevelés órája. A gyerekek megszokott módon tanárukra, Bodonyi Ákosra figyeltek. Ezt a tanórát a diákok különösen kedvelik. Általában mindig örömteli, mindig van, amit tudunk csinálni. Általában mindig jó feladatok szoktak lenni, ha nem is, az azért van, mert kell, és jót tesz nekünk. Mindig röpizünk, meg játszunk, meg szoktak lenni ilyen játékos bemelegítések, meg így izgalmasak az órák. A mozgásformák megszeretetése nélkül a gyerekeket nem lehet ösztönözni a rendszerességre, illetve a sport szeretetére, vallja Bodonyi Ákos. Ez a szemlélet az egyik oka annak, hogy a Fiumei úti általános iskola pedagógus a szakterületén évtanára díjat vehetett át. A mai világban egyre fontosabb a mozgás szerepe a gyerekek körében, ezt úgy gondolom, hogy nem kell ecsetelnem. A változatosság, illetve a differenciált csapatfoglalkoztatás azok a eszközök, amikkel meg lehet szerettetni a gyerekeknek a mozgást. Meg kell találni mindenkinek a számára legideálisabb mozgásformát, és olyan környezetbe kell ezt elhelyezni, ahol ő azt nagyon szívesen végzi. A díjat, mint azt hangsúlyozta a testnevelő, annak az összetartásnak és csapatmunkának is köszönheti, ami az intézményben tapasztalható. Tervek már a jövőre nézve megvannak. Cél továbbra is erősíteni az iskola tehetséggondozó programját, melynek keretében a gyerekek különböző sportágokat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki.